Itt vagyunk a Budapest Dal 2019 sajtótájékoztatóján. A szőkéből lett egy ilyen barnás. Bizony, szőkés. Hát komolyadom, komolyadom. Emlékszem még, hogy igen, ilyen izé voltál, ilyen hippi szőke voltál keményen. Már rég volt, 8-9 éve, igaz? Hát kb. Igen, igen. De hát ez még fog változni, tehát ez nem végleges, ez jó, csak jó, most egy most, kis... Most komoly vagy, és akkor majd utána, amikor vissza akarsz térni megint, a forever young feeling jön, akkor megint visszafes. Hajnak is mondom egyébként, hogy szőkítsük ki teljesen, azt mondja, nem akarom teljesen, hogy kiszőkít, pedig én szeretném, bírom ad ilyen teljes szőkét, amilyen nagyon sok szőke és kevés barna. Egyébként pont most tervezem visszaszőkíteni, úgyhogy nagyon jó ráéreztem, igen. De beszéljünk először a Budapest Dal, utána beszélhetünk a múltról is. Ugye a szervezők felkértek, hogy részt vegyél egy dal szerzésében, erről mesélj pár mondatban. Hát az van, hogy engem felkértek, hogy vegyek részt ebben, és hogy és készítsek egy dal, de én mondtam, hogy nem tudok részt venni ebben úgy, ahogy teljes értékűen, 100%-osan, egyszerűen képtelenség. Tehát ez az egy fenékkel, ami nekem van, ezzel lehetetlen minden lovat megülni. És hát ugye adott a lehetőség, hogy itt van a Tóth Gabi, akivel én nagyon régóta szerettem volna együtt dolgozni. És volt tavaly úgy, hogy dolgozunk együtt, de aztán végül is nem. Mégis úgy alakult, hogy nem. De a lényeg az, hogy most itt volt az ideje annak, hogy akkor belekezdjünk valami olyan projektbe, ami mind a kettőnknek jó. És én a Gabiról tényleg azt gondolom, hogy benn mondtam, tehát hogy tényleg azért egy olyan csaj, hogy az én női megfelelőmnek is nyugodtan oda lehet rakni. És azt gondolom, hogy mi ketten tudunk egy olyan párost alkotni, ami felhívja a figyelmet erre a, hát én nemes ügyre, lehet így mondani, inkább figyelemfelkeltésnek szánom ezt a dolgot. Slágert azt mondom, hogy nehéz úgy írni, bár az is benne van, de slágert nehéz úgy írni, hogy akkor ebből kell írni, most kell írni, ez kész kell, hogy legyen addigra, és ez lenne a témája. Szerintem ez eléggé egy kicsit ilyen művészetherélő, de ettől függetlenül sikerülhet, tehát nem azt mondom, hogy lehetetlen, de mindent megteszünk azért, hogy jó legyen. És ötleteltetek már? Hát figyelj, külön nem ötleteltünk, hanem megvan az alap, ami fel van énekelve neki, és akkor nekem arra kell írnom egy betétet, és kitalálni majd utána együtt a stúdióban még pontosan. Szabó Zé lesz a zenei producer, és az ő részét a Molnár Tom írja, az ő dalszövegét, úgyhogy ki kell találni együtt, hogy mi legyen, hogy milyen formába kerüljön ez majd az emberek elé. Ugye Budapest és a sport a téma, neked milyen emlékeid vannak így legelőször Budapestről? Hát amikor kijöttem annak idején a való világból, az első 5-6-8 évre nem is emlékszem, az annyira bulis volt Budapesten, akkor éltem az ilyen, nem is tudom, ilyen őrültek háza volt, tehát attól 22-től 27-8-ig, tehát az ilyen nagyon durva volt. Aztán utána, ugye amikor 30-31-2 voltam, akkor meg már megjött az életemben a család. És hát azóta már egészen megváltozott. Egyébként fura, mert más látni fiatalon Budapestet, és más abban élni, mint a később, amikor mondjuk megismered a városnak egy olyan oldalát, ami eddig számodra rejtve volt, vagy nem találkoztál vele, mert nem olyan helyekre voltál kíváncsi, vagy nem olyan közegben voltál, aki azokra a helyekre volt kíváncsi. Jó dolog. Budapest nagyon szép. Én nagyon szeretem Budapestet, sok mindent adott nekem az életembe, és sok jót, sok rosszat, tehát ez azért fontos, és ebből szerintem lehet dalt írni. Ez jó. Ugye sok vidéki úgy gondolja, hogy Pest túl nyüzsgős, meg túl sok neki. Én is vidéki vagyok, te is vidéki, te mennyire szoktad meg hamar? Nekem ilyen nincs a túlnyüzsgős, hát én pörgős csávó voltam egész életemben, tehát nekem a túlnyüzsgős az azt jelenti, hogy az olyan, amilyen én vagyok, de aztán ezt meg lehet unni. Tehát az aki arra vágyik, az tólig, tehát az mit tudom én, 17-től 18, amikor elindul az ember az éjszakából, és a buliról szól a buli negyedről, akkor szerintem, aki azt nem fejezi be 30 éves korára, akkor ott már valami gáz van, tehát az már ott... Abban, hogy bele lehet ugyanúgy, mint ahogy meg lehet tudni minden mást az életben, minden jó dolgot meg lehet tudni az életben. De nem hiszem, hogy ez gáz lenne Budapesttel. Tehát, hogy van egy olyan hely, terület, ahol, mint az előbb is mondtam, ahol ezt lehet mivelni, és lehet olyan, ahol egész más lehet csinálni, ami viszont tök jó családi szempontokból, meg egy csomó más perspektíva van szerintem, amit ki lehet használni. Említetted a... Összeszedetlen vagyok, mert Super Bowl volt tegnap. Én abszolút az amerikai fociban ez a divat szurkoló vagyok, tehát tudom, hogy ez egy nagyon nagy esemény, és én tudom nagyon jó, hogy ez az eseményen ez mennyi ember kíváncsi rá, tehát ez kötelező megnézni. Ez olyan, mint a például nem nagyon nézek teniszt,
de tudom nagyon jó, hogy a Federer, ha játszik a Nadallal, vagy a Nadal játszik a Djokovicsal, akkor ott egy olyan sportteljesítmény van, amit meg kell nézni, mert egyszerűen az egy sportot szerető embernek az kötelező. És egyébként fura, mert az NFL-t azt nem bírom azóta nézni, mióta volt a Will Smith-nek a Sérülés című filmje, és amióta szó van eleve erről az agyelszivacsosodásról a sport miatt, azóta én egész más szemben nézem az amerikai focit. Tehát, hogy sokkal, inkább azt mondom, hogy kicsit jobban kiábrándultam belőle. Először nagyon szerettem, volt egy időszak, amikor nagyon beleszerettem, abba a korrektségbe, amit amerikai focin hívnak, és a gazdasági körülményekhez, ahogy zajlik egy ilyen NFL klubnak az irányítása, meg a szponzorálása, meg a fizetése, meg minden más, ez nagyon-nagyon szép dolog, szerintem azt nagyon jó kitalálták az amcsik, viszont ezt a emberi meg egészségügyi oldalától egy kicsit úgy, összerándul a gyomorom, és azóta máshogy nézem. Szóval egy divat izé vagyok, focirajongó, amerikai focirajongó. Kezdem úgy érezni, hogy túlságosan komoly ez az interjú, és ugye én nem ehhez szoktam, van egy kis hiányérzetem, ugye már a régmúltat emlegettük. Mindig olyan találkoztam velünk, amikor mindig sátánisták voltunk, be voltunk rúgva valami helyen, éjszaka, vagy valami falunapon, vagy valami városnapon, annak idén még Attikával emlékszem. Hát igen, azért sok minden változik, de most reggel 11 óra van, tehát lehet ugye ez lenne este 8-kor, akkor nem is tudná velem normálisan beszélni, mert akkor a baromságokat mondanék össze-vissza, de reggel 11 órakor, érted, egész éjszaka alig aludtam, alig várom, hogy eljussak innen a konditerembe, és utána beüljek a gőzbe, meg a szaunába, ilyenkor ne várj tőlem, hogy ez egy komoly interjú. Tessenek elfogadni ezt egy komoly interjúnak. Én nem azért mondtam, hogy most feltétlenül a baromkodásnak kell mennie, csak hogy úgy szoktam, meg úgy találkoztunk legtöbbször, hogy ugye Attikával ment a majomkodás. Na mindegy, innen üdvözöljük. Egyébként vele most így mennyire kommunikáltok? Vagy... Most sem ennyire, hát most ő ugye elvileg benn fekszik valahol. Ennyit tudok az egészről. De akkor nem is beszéltetek azóta? Nem, mielőtt bement, akkor beszéltünk, nem sokkal, egy-két héttel, és akkor utána azóta mi nem tracsoltunk. És lesz majd olyan, hogy újra interjúzok veletek? Ezt a jövő tudja, én nem tudom. Tehát ez, én nem akarom azt mondani, hogy ilyen lesz, mert ez nem miattam kell, hogy legyen. És neki se amiatt kell legyen, hogy mi együtt interjúzzunk, ez neki az élete kell, hogy rendbe kerüljön. Tehát én azt gondolom, neki maga miatt kell, hogy az életét rendbe tegye, nem amiatt, hogy ő visszakerüljön hozzánk a bandába, meg ezért. Tehát én örülnék a legjobban, ha azt a Curtis kapnám vissza, akivel megismerkedtem, mert nekem az egy nagyon jó barátom volt, és egy olyan társam, akit én elvesztettem úgy, hogy emiatt a semmi értelme dolog miatt. Tehát ezt annyira gyűlölöm a kábítószert, hogy ezt nem tudom elmondani. Egy büdös, senkiázik szemét geci dolog. És hogyha ő ebből ki tud jönni, akkor én nagyon. Tehát én vagyok a legelső, aki nyitott erre. Ha azt, hogy most ti azt tudjátok, hogy ő ki tud belőle lenni, mert ő megígérte, és mert bocsánatot kért, én már ezen túl vagyok, egy több százom ilyenen. Tehát engem már azért ez már annyira nem nyugtat meg. Nekem az nem elég tétel, hogy az emberek előtt azt mondta, hogy igazam volt, mert én mindig tudtam, hogy igazam volt, és engem az nem érdekelt, hogy az emberek mit gondoltak. Nekem az a lényeg, hogy ő meggyógyuljon. Tehát, hogy elteljen egy év, egy másfél év, és tartsa magát, és hogy csinálja egy csomó más olyan dolgot, hogy a jelleme az visszaformálódjon olyanná, olyan acélossá, mint amikor megismertem. Legyen így, úgyhogy reméljük, hogy ez meg is fog történni, szurkolunk. Ámen, én szurkolok neki a legjobban. Köszönöm szépen.